Szeretettel köszöntök mindenkit, az Ökövás alapjai 17. része következik. Továbbra is itt vannak segítőim, Ádám és Jusuf, akik a páros gyakorlatban, valamint az ütés-fűzés gyakorlatban segítőkezet nyújtanak nekem. Ugye eddig az előző részekben volt a blokkolásos védése az egyenes ütésnek, volt a hárításos védése, az elhajlásos védése, most pedig következik a negyedik védekezési forma, az ellépés. Ádám, Jusuf, következő, ellépünk, jó? Tehát minimális lépés, ki a bal egyenes, és egyszerűen kilépek ütőtáv. Lényeg az, hogy amelyik irányba lépünk, amelyik irányba megyünk, mindig azzal a lábbal lépünk. Ha hátra megyünk, akkor hátsó lábbal kezdjük a lépést. Ha előre, akkor általában az első lábbal. Általában, mert azért itt is vannak speciális mozgásformák, tehát az ellépés az olyan, hogyha jön felém az ütés, akkor egyszerűen kilépek az ütőtávból. Mutassátok be, kérlek. Ezzel a fajta védekezéssel ugye távol kerülünk az ellenféltől. Ez nem feltétlenül arra predesztinál minket, hogy egyből vissza tudjunk támadni. Ettől függetlenül sokan alkalmazzák, mert nem feltétlenül kell egyébként sem minden egyes védő mozdulatból visszaütni, mert akkor nagyon kiszámíthatóvá válik egyébként is az ember. Most üssetek baljobbat, ugyanúgy ellépéssel védem. Pak-pak. Így néz ki, ügyesek a fiúk. Az ökölás alapjai 17. részét láttátok. A 18. részben is. Ugyanúgy tartsatok velem. Sziasztok! Thank you.